Rengeteg diák várakozott a Nyíregyházi Egyetem dísztermében szombat délelőtt, hogy hivatalosan is megkapja a végzettségét igazoló oklevelet vagy diplomát. Sokan már azt is tudták, hogyan kamatoztatják majd az iskolában megszerzett tudásukat. Itt végeztem a Nyíregyházi Egyetemen vizuális és környezetkultúra tanára szakon, illetve a szakpárom az inkluzív nevelés. Nagyon jó lehetőségeim vannak, már szeptembertől Debrecenbe fogok tanítani a Megyesi Gimnáziumban szobrászatot. Úgy gondolom, az egyetem maximálisan megfelel az elvárásoknak, a jelenkor elvárásainak, illetve jó eséllyel tudunk elindulni így a későbbiekben. A legtöbben műszaki és mezőgazdasági mérnök, tanár, tanító, valamint csecsemő és kisgyermeknevelő szakon végeztek a 2015-2016-os tanévben Nyíregyházán. Többen is a második vagy a mesterdiplomájukat vehették kézbe. Pedagógia tanár szakképzettséget szereztünk most, és hát a pályám során ezt nagyon tudom alkalmazni, hiszen az oktatás területén ezt kihasználható, akár a projektoktatás, a kooperatív technikák, tehát magasabb szinten tudom majd hasznosítani ezt a tevékenységem során. A diákoktól Onder Csaba, a Nyíregyházi Egyetem rektora azzal a gondolattal búcsúzott, térjenek majd vissza az iskolapadba a tanulók, és ne zárják le végleg tanulmányaikat a diploma megszerzésével. Közel 800 hallgatónak sikerült a záróvizsgája júniusban, közülük 497-en minden feltételnek megfelelve a diplomájukat is átvehették. 744 hallgató tett sikeres záróvizsgát, közülük 313 alapképzési szakon végzett, 23 olyan mesterszakon, ami nem tanári mesterszak, 233 tanárnak adjuk most át a diplomáját, 180 szakirányú továbbképzési szakon, 66-an pedig felsőoktatási szakképzésben végeztek. Ez azt jelenti, hogy közel 500 fő kapott diplomát. Ez az országos átlaghoz képest az idén nagyon jó, jelentősen meghaladja az országos átlagot, szinte majdnem 70%-a a végzett hallgatóknak a diplomások aránya. Az oklevél átadó ünnepségen az intézmény több munkatársát is kitüntették, valamint idén először a Nyíregyházi Egyetem kiemelt gyakorlóhelyét is díjazták. Ezt az elismerést a 9-es számú Mici Mackó bölcsőde kapta, amely a csecsemő és gyermeknevelő diákok gyakorlati munkáját segíti.